Sziasztok, Laci vagyok Keneséről. A mai videómban azt mutatom meg nektek, hogy hogyan készítek kenyeret. Első lépés, a lisztnek az előállítása. A lisztet alföldi bio tönkölyvúzából fogom malommal, kis házi malommal megőrölni. Alföldi tönkölyvúza, bio tönkölyvúza. Ez a kis házi malom, amivel a lisztet előállítom. Töltünk bele egy kis búzát, akkor tele van a darab, alá van téva a tár, és elindítom. Leőrültem a búzát, nagyon jó kis liszt lett belőle, úgyhogy irány a konyha, és mehet a kenyérsütés a kenyérsütőgépbe. Akkor beérkeztünk a konyhába, és nekiállunk a kenyérsütésnek. Az első fontos feladat, hogy a kenyérsütőnek a tengelyét egy kis olívaolajjal beolajozzuk. Nem kell sok bele, egy pár cseppet így a tengelyre rá kell önteni. Így. Ennek az a lényege, hogy azért van rá szükség, hogy a tengelynek meglegyen a kenése. Mert ha nem kenjük meg azt a műanyag tengelyt, akkor nagyon hamar kikopik. Kicsit megforgatjuk, így hogy menjen be az olaj a tengelyhez. Akkor következnek a hozzávalók. Kell 350 ml víz. Belöntöm a tartályba. 12 g élesztő kellene, hagyományos élesztőből, de ha nincs élesztőtök, akkor a szárított élesztőből egy fél tasakkal kell beleönteni. Nagyjából tapasztalat alapján a szárazból egy fél tasakkal kell bele. Kell hozzá 10 g só. Aszkorbinsav lesz a következő hozzávaló. Azért kell bele aszkorbinsavat, azaz C-vitamint beletennünk, hogy laza legyen a kenyér. Ebből nem kell sok, egy ilyen fél kis mérőcskével. És a végén beleöntjük a frissen őrölt, biotönkő búzából készült lisztet, ami 500 g. Akkor benne vannak a hozzávalók, berakom a kenyérsütőgépbe, letalálom a fedelét, és mivel ez egy új gép, még nem tudom milyen kenyér fog belőle kisülni, bekapcsolom, beültetem ugye a kollektort. Bekapcsoltam a kenyérsütőgépet, áram alá helyeztem, és automatikusan megjelent az egyes program. Általában az egyes programmal szoktuk a régebbi kenyérsütőgépeinkkel készíteni a kenyeret, de mivel ez egy új gép, nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény, de megpróbáljuk itt is az egyes programot, mivel az már bevált. Úgyhogy be van állítva az egyes program, 3 óra 2 perc lesz a sütésidő, közepes kenyérméret lesz, és akkor most elindítjuk. Kisült a kenyér, amint láthatjátok, 0-0 mutat a kijelzője. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a végeredmény, mivel az első kenyerünk lesz az új kenyérsütőgépből és a frissen őrölt tönkölybúzából. Hát nézzük. Aha, így ránézésre elég jónak tűnik. Kifordítom, kiöntöm. És íme a végeredmény. Hát egy nagyon szép kis aranyos pici kenyér lett. Hát az első sütés ilyen lett. Az összetevők mennyiségét lehet változtatni menet közben, mindig ki kell kísérletezni az aktuális kenyérsütőgéphez, az aktuális liszt minőségéhez, az őrlés finomságához, az élesztő mienségéhez és egyéb összetevőkhöz. A belső hőmérséklet és egyéb dolgok befolyásolják a végeredményt. Ezeket mindig egyénileg kell saját ember, mindenkinek saját magának beállítani, hogy jó legyen a végeredmény. Hát ilyen lett nekünk. Sziasztok!